Sziasztok, Slywalker vagyok ismét, egy újabb videóval készültem. Egy kis apróságra szeretném felhívni a figyelmet, ez a Colosseum. Nem fogom megváltani a világot, egy kis plusz gemhez próbálok hozzájuttatni benneteket. Megint megtanulok majd magyarul beszélni, ez még eddig sem sikerült, de rajta vagyok. Tehát a Colosseum. Ugye valószínűleg nem titok senki számára, hogy a Colosseumban jutalmat kaptok attól, ahhoz mérten, hogy hol helyezkedtek el. A kisebb játékosok szerintem gond nélkül, tehát ingyenes hősökkel ilyen 2000 körülig el tudnak jutni. Itt még nem lesz olyan látványos, amit mondok, de például ilyen 100-200 felé már igen. És ami kicsiként is el lehet jutni, elsősorban nézzük meg a Colosseumot, itt van egy ranglista, érdemes megnézni, hogy milyen hősökkel játszanak azok, akik a topban vannak. Itt természetesen van köztük fizetős hős is. Tehát érdemes lepuskázni róluk, hogy összerakni azokat, hogy mik azok a leggyakrabban használt hősök, amik be vannak rakva a top játékosoknál. Azt is megnézhetjük, hogy följebb mi van, tehát nem pont feltétlenül csak a top 1-nél. Tehát lehet látni, hogy mondjuk ez a kompozíció, ez majdnem mindenki számára elérhető, kivéve ugye egy fizetős hős van benne. Nem, persze az lenne a cél, hogy az első legyél, de inkább úgy mondom, hogy arra kell törekedni, hogy minél feljebb juss a Colosseumban, mert ez egy állandó gemforrás, tehát hogy azt a 100-200 körülit érd el. Itt érdemes befektetni egy fizetős hőst, megvásárolni 1500 forint. Tehát nem kell, hogy arany legyen, csak hogy maga a hős meglegyen, ingyen föl tudod húzni rang 7-esre, hogy lila pajzs 2-5-tel legyen, és ha ugyanazzal a, tehát mondjuk van ellened ugyanazzal a hős kiosztással egy full arany, tehát teljesen kihúzott hősökkel álló ellenfél, és neked van szürke ugyanolyan hősöd, tehát neked is ugyanaz a felállás, de van szürke, akkor is tudsz nyerni, mert a Colosseum az úgy van megcsinálva. Mindjárt meg fogom mutatni. Bocsánat. Csak éppen a fuldoklás határán vagyok. Én is ezt használom, mert szoktam szeretni ezt a felállást. Ebbe 2 darab fizetős hős van. Őt mindenféleképpen javaslom megvenni. Szürkén elég 1500 forint. Ő szerintem az egyik legjobb healer így a Colosseum terén. A többit, ezeket ki tudod szedni ugye ingyen, illetve van a Doll, akiből szintén elég a szürke, az még egyszer 1500 forint, de őt tudod helyettesíteni a Ice Queen-nel, azt majd mindjárt fogom mutatni, hogy melyik. Jó, tehát lehet látni, hogy nagyjából azért hasonlítanak a felállások egymásra. Nem kell megváltani a világot, le kell másolni őket, neked ez a lényeg, hogy eljussál minél magasabbra. Hogyha eljutottál ilyen 100 körül, akkor itt megnézheted, ugye itt tudod mindig kivenni azt a gemet, ami van. Na most a titok, ami nem titok, tehát hogyha egy kicsit odafigyelsz, itt van fönn a timer, hogy mikor kapod a következő ribbont. Egy olyan 10 perccel ezelőtt a reward előtt, akkor kell elnyomni az entry-ket, mert hogyha följebb tudsz menni, tehát könnyen meg lehet csinálni, hogy 5 entry-ből följebb mész, mondjuk 2 szintet, az 10 gyémán lényegében. És
hogyha ott mész följebb, mielőtt kapod a rewardot, akkor 10-zel több gyémántot fogsz kapni. Na most nem nagy dörrenet, de hogyha ezt minden nap megcsinálod és összejön, akkor az 30 nappal az 300 gyémánt. Csak az alap esetben, hogyha emellett kikutatod a csontos, mi ez a halálfejesnek a familiárját, akkor tudsz plusz szentiket kapni, legalább 5-öt nézzük meg ezt is. Mindjárt utána visszamegyek a lánynapra, amiről beszéltem. Tehát itt van, hát nekem 51 szintű, most kezdtem el húzni, de már hatoson sem rossz. Sőt, úgymond 5-ösön sem rossz, azt meg még 50 alatt el lehet érni, akkor 5 entry-t kapsz. És akkor így lényegében egy hónap alatt, hogyha odafigyelsz, 4-500 gyémántot ki lehet szedni. Csak pusztán azzal, hogy veszed a fáradtságot és megnézed, hogy abban az időben nyomd el a koloszteumot, mielőtt kapod a rewardot, és ugye lehetőség szerint olyan ellenfeleket választhatod és tudsz győzni. Azt mondja, hogy jó, tehát ez az, amit mondtam, hogy ha egyet megvásároltok, ez szürkén is jó, tehát én ezt más okból húzom, szürkén is jó, ezeket ingyen ki lehet húzni, ezzel bizonyos, hogy följebb fogtok jutni, én ezeket szoktam használni, vagy hogyha nem okoz problémát, hogy még pluszba egy mozi egy árát elköltsétek, akkor itt van nekem szürke, ez a másik, ez ki lehet cserélni erre. Ezzel szépen fogtok tudni menni előre, és akkor kapjátok a gemet. Itt hosszú távba kell gondolkozni, mert az a 10 gem nem tűnik soknak, de heteken, hónapokon keresztül, hogyha ezeket meg tudjátok csinálni, a sok kicsi sokra megy, szokták mondani. Azt mondja, hogy nincsen entry, mindjárt megnézem, hogy itt hogy állt a dolog. Nézzük meg, most amúgy borzasztó nagy pekhem volt, tehát pár napja még első voltam a Colosseumban, és egy hihetetlen pek sorozat volt az elmúlt napokban, tehát egyszerűen nem bírtam nyerni, és vissza is vertek a 128-as szintre. Na, azt mondja, hogy nézzük meg, 118. Én úgy szoktam nézegetni, úgy szoktam nézni, hogy lehetőség szerint 10 helyet ugorjak. Bocsánat. Ezt a bigályos nem szeretem, ezt megpróbálom kicserélni erre. Én nem szoktam megvárni, nem szoktam nézegetni. Hát itt most kicsit szívással meneki, három hőse van, amik a bónusz, tehát természetesen az is számít, hogy éppen milyen hősök mire kapnak bónuszt, mert az azért az tud egy előny lenni. Itt visszacserélem a másikat, nézzük meg, tehát hogy ugyanaz a felállás. Aztán most vagy megint marad a pack széria, vagy nem. Na, nem sikerült, mert miért is sikerült volna. Melyik volt az? Nem ez volt. Elfelejtettem megnézni, hogy melyik volt. A 117-es volt, hiszem, igen. Nem, bakker, nem ez volt. Most megint megszivatom magam. Nem, azt akarom megkeresni, akinek ugyanilyen a felállása, de az melyik volt. Tehát itt van, amit mondtam. Hát itt volt egy kis szerencsém, ugye levertek, és egyszerűen a támadásoknál egyszerűen nem bírtam azokat, akik máskor már megvertem. Azokat egyszerűen nem bírtam megverni. Tehát most ez így pont hülyén jön ki a reprezentálás szintjén.
azt mondja, melyik volt ez? Most megpróbál megkeresni. Aha, ez volt az. Ez most csak a visszajártás volt. Mi volt neki a neve? DLA, négyet, forget about it. Azt mondja, ez az. Jó. Na nézzük újra. Na. Tehát ezt mondom, hogy egyszer veszítek, másszor nyerek ugyanaz a felállás ellen, és nem feltétlenül számít, hogyha neki ugyanazok vannak, a tök arany, tehát erősebbek, akkor is tudsz nyerni, ez így valószínűleg a pénzes játékosoknak a kivédésére van. Na, próbáljuk meg ezt is, itt talán ismét meg tudom mutatni. Kedves barátném, egy hölgy, aki nagyon szeret filmet nézni, és itt van, amit mondtam. Örülök neki, hogy a videóban sikerült végre bemutatni, amit szerettem volna. Tehát láthattátok azt, hogy ugyanazzal a hős felállás ellen mentem, nekem nem voltak olyan színesek, olyan fejlettek a hőseim, és mégis tudtam nyerni. Van, hogy nyersz, van, hogy nem nyersz igazából. Ez úgy van megcsinálva, hogy kicsit tudjon mozogni az aréna. Tehát ne az legyen, hogy akinek sok pénze van, bevásárol aranyhősöket, és akkor ők konstans ott ragadnak a top pozícióba. Persze nekik azért könnyebb dolguk tud lenni. Na, nézzük a következőt. Megpróbáljuk ezt is, bár erre inkább kicserélem arra az ugrálósra. Nem sikerült. Jó. Jó, tehát arra figyeljetek, hogy most persze én most nem várom meg, mert most van időm megcsinálni, de igyekezzetek egy ilyen 10 perccel azelőtt elnyomkodni az entry-ket, és akkor feljebb jutni, mikor megkapjátok a rewardot, mert ez ugye 3 óránként változik. Tehát, hogyha te 2 órával előbb nyomod el, előre jutsz, akkor sokkal nagyobb az esély rá, hogy valaki vissza fog téged verni, és akkor kevesebb nyilvántot kapsz. És ugye ez ilyen soha véget nem érő játék, a sok kicsiből sok összetűbő jön. Jó. Aztán szerintem nagyjából mindent elmondtam, amit ebben a videóban szerettem volna. Összegezve, aki teheti, a Loreweavert vegye meg, illetve a Dolt, de legalább a Loreweavert, a Dol helyett lehet használni a Queen. Próbáljátok mindig a reward period lejárta előtt előrébb kerülni, és értem szerint próbáljátok minél előrébb maradni, Kolosszeumban van. Nem kell megijedni attól, akinek fizetős hőse van. Ez a line-up, amit mutattam, a lore megvásárlása után drasztikusan, tehát 500 körül voltam a Kolosszeumban, és folyamatosan ezt a 100, tehát a 100 körülit azt tudom vele tartani. Úgyhogy remélem, hogy segített nektek ez a videó. Vigyázzatok magatokra, bújtassatok, sziasztok!